nevet választ magának, akkor gondolom az A betűnél kezdve, mondjuk Albert, Bene, Branikovics, Fazekas, Farkas. Elég sok idő, amíg eljut a P betűig. Hogy lettél te Pölöskei? Hát ez aranyos. Nekem volt egy osztálytársam az általános iskolában, böcsületes neve volt Pölöskei, és én is, mint minden lurkó, minden gyerek, én focizgattam is ott Pongrásztelepen, Kőbányán nevelkedtem. Legközelebb az MTK volt az Előre, vagy netán a Fradi, vagy a Banzmával. Hát az MTK-ba mentünk le, és ott hátul a temető melletti pályán nagyon sokat fotballoztunk, és én akkor már Szombathelyen indultam a serdülő Európa-bajnokságon, ott volt az első ilyen nagy-nagy nemzetközi verseny, és hát akkor már nem nézték jó szemmel, hogy hát akkor pingpongozzál inkább meg akármi, de eszem ágában nem volt csak pingpongozni. Kitaláltam azt, hogy jó, akkor nem Gergely néven fogok focizni, hanem én leszek a Pölöskei, az kész. Pölöskei János, nem így Gábor. Tehát Pölöskei János, az kész, és azt így ment még egy darabig. Tulajdonképpen a te nagy menetelésed 74 körül kezdődött, ugye Újvidék, akkor kaptál ki 3-2-re Milan Orlovskitól a döntőben, akivel aztán később egy jó kis párost alkottatok. Mennyiben változott meg 1974 és 2013 között az asztali tenisz? Mi technikailag többet tudtunk, mint a mai mező. Jót tett a sportnak a 21-ről 11-re csökkentett pontszám? Kimondottan rosszat tett szerintem, hiszen ugye pontosan tudjuk azt, hogy az asztali tenisz egy olyan játék, amin a tudás dominál, és a tudás az hosszú távon jön ki, úgyisten igazából. Csapattársamat fogok mondani, jó gyert Pistát, hát akkor 11-ig játszunk, hogy soha nem nyer versenyt. Ő akkor kezdett bemelegíteni. Magyarországon tendenciává vált, hogy fiatal korban a játékosok megnyernek mindent. Európa-bajnoki címeket nyernek, top 12-ket, top 20-akat, és aztán felnőtt korban elmaradoznak ezek az eredmények. Mi az oka ennek? Én úgy érzem, hogy körülbelül ugyanaz lehet a helyzet, mint a labdarúgásban. Látjuk azt, hogy korosztályos labdarúgó csapataink megverik a Barcelonát, vagy a AC Milánt, vagy akárkit, és aztán utána jön egy lépcső, és akkor a felnőtt korban már sajnos el kell mondani, hogy nem vagyunk meghatározóak az európai labdarúgásban sem. Egy-egy játékosunk kikerül néha nagyobb bajnokságokba, vagy játszik, vagy nem. Külföldön nem igazán érdekli őket az, hogy serdülő meg ifi korban milyen teljesítményt nyújtanak az emberek, hanem inkább arra tanítják meg őket a minden mesterségnek a legjobb alapjaira. Nem számít az eredmény. Itt Magyarországon sajnos nagyon pici a merítés. Annak idején, amikor mi voltunk, akkor mindenhol pingpongoztak, annyi versenyző volt, hogy nem fértünk be a terembe. Most már sajnos nincsenek idolok, kevesebb a versenyző, ezáltal kevesebb partner van, nem tudják egymást húzni, mint ahogy annak idején mi hárman egymást. Hát egymás az élnék ezek három világban, hát ne se kell képzelni. Hát azért volt olyan Európa top 12 verseny, ahol 5 magyar indult. Hát nagyon jó volt a magyar mezőny. Azt a bizonyos lépcsőt azért nem tudjuk Isten igazából meglépni, mert aki egy egyeneset bele tud jutni a labdába, az megpróbál elmenni külföldre, egzisztencia, pénz, megélhetés. Azt tudomásul kell venni, hogy egy profi csapatban külföldön mindannyian játszottunk ki, ott nem törődnek kimondottan azzal, hogy te hogy tréningezzel, téged azért vettek meg, hogy te nyerjél. Az, hogy te Vidámparkba készülsz, vagy a pingpongteremben, vagy 15 órát, különösebben nem érdekli őket. Ők azért fizetnek meg, hogy téged nyerjél, azért vettek meg. Mivel itt ebben a sportágban az egyéni képzés, a partnerrel való kapcsolat nagyon sokat számít, én azt gondolom, hogy itt kell keresni azt a bizonyos kutyát, hogy hol, miért, hogy és milyen mélyre van elásva. Nem tesznek meg mindent azért a játékosok, hogy előbe léphessenek. Én hallottam egy nyilatkozatot, hogy egymással néztünk a barátaimmal, hogy nekem az a célom, hogy a világban miután benne legyek az első 100-ba. Ez egy cél. Hogyha lenne pénz a magyar asztali teniszben, és lehetne külföldi edzőpartnereket idehozni, megváltoztatna valamit? Azért változna meg, mert a tapasztalataim szerint látszik az, hogy azok a gyerekek, hogy edzőpartnerekkel, felnőtt edzőpartnerekkel tréningeznek, azok a korosztályukban sokkal hamarabb lépnek előre. Nem mondhatom, a Lakatos Tamástól kezdve bárkit mondhatok. Felnőtt edzőpartnerekkel tréningezik emberemlékezet óta. Mindig jobbakkal játszik. Ez egy, én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan elérhetetlen feladat.
ha visszamegyek a Bercik Zoltánhoz, az Oli bátyánkhoz, ő már akkor kitalálta a lányoknak. NB1-es felnőtt fiú, férfi játékosok tréningeztek a magyar női válogatottal. Hát csoda, hogy a lányok hülyére vertek Európát. A 60. születésnapot köszöntése okán gyűltünk itt össze, és kétszer is elmondtad, hogy hívjanak. Igen. A kérdés arra vonatkozik, hogy miért nem vagy benne a magyar asztali teniszben, nem hívnak? Én készültem arra, hogy edző legyek. Én voltam edzője a BVSC-nek, vezetőedzője, bajnokcsapat edzője, még annak a Vicek Turbók Somosi féle csapatnak, a Kisgárdos nálunk játszott, meg a Nagygárdos itt nálunk játszott. Én arra készültem, hogy én edző leszek. Aztán utána itt a BVSC-re történt az, hogy az elnök, most már elmondhatom, azt mondta, hogy nem kell ide profi csapat. Én megmondtam, hogy ha nem kell profi csapat, akkor én amatőr dologhoz nem adom a nevet. És akkor elmentem Ceglédre. Harci Zsolt volt a játékosom, és többiek. Soha nem volt a Cegléd a magyar bajnokságban dobogós, nemzetközi kupában elődöntőt játszottunk. Én azt gondolom, hogy valamit tettem, és én arra gondoltam, hogy na akkor valahogy vissza evickélek. A fővárosban mégiscsak budapesti vagyok, és hát majd folyik tovább. Hát nem folyt, nem hívtak. Akkor eldöntöttem, hogy nem igazán akarok neki futkározni a falnak fejjel, mert koppanok, aztán leesek, és nem sajnálgatom magam, és nem nyalogatom a sebeimet. Elvégeztem az újságíróiskolát, és lapalként elkezdtem újságot írni egy napi lapnál. Én már kölök koromban is mondtam azt, hogy ha nem a sport, akkor az újságírás, a televíziózás, tévécsinálás, nem a képernyőn való szereplés, mert szerepeltem én eleget a képernyőn. Ebben nagyon megtaláltam magam. És hála Istennek nem csak a sportban fogadtak el annak idején, meg ma sem. Én rengeteget írtam a kultúráról, színészekkel interjút. Sőt, én voltam parlamenti tudósító is. Napilaposként parlamenti tudósító volt, pedig hát azért azt gondolom, hogy az egy kihívás. Soha senki problémám nem volt, nagyon szerettem csinálni, és ma is nagyon szerettem.